Az öt legnépszerűbb befektetési ezüstérme, ezeket fogom most bemutatni. Ez az ötös szám nem tetszőleges, valóban magasan és egyértelműen ez az öt érme a legnépszerűbb befektetési ezüstérme a világon. Úgyhogy mutatom is őket egyenként. Azt hiszem, hogy rangsorban, tehát nem fordított sorrendben. A legnépszerűbb egyértelműen is messze az amerikai sas. Azért sas, mert a hátlapján egy sas látható. 1986 óta gyártják. Mindegyiküknek van névértéke egyébként, hivatalos fizetőeszköznek számítanak, de természetesen sokkal többet érnek, mint a névértékük. Ő például $1 a névértéke, de jelenleg nem is tudom, olyan 15-6 dollárra az értéke. Tehát 1986 óta gyártják, az amerikai Verde készíti. Nagyon híres, nagyon felismerhető alakok vannak rajta. Ő a Liberty asszonyság. 1946-ban a fél dollár, vagyis a 40-es években, vagy inkább a 20. század első felében egy fél dollároson volt rajta az alakja, és akkor 86-tól rátették erre a befektetési érmére is. A következő a sorban népszerűségben a kanadai juharlevél. Őt 1988 óta készíti a kanadai királyi Verde. 99,99 százalék tisztaságú ezüsttel. Ő az ilyen 4-9-es, meg még majd a kenguru. A másik három az 3-9-es, tehát 99,9 százalékos. Ő is nagyon híres és nagyon szép. Sokan a legszebb befektetési ezüstérmének tartják a juharlevél miatt. Természetesen a hátlapján a királynő látható. Neki is van névértéke. Nagyon népszerű, viszonylag olcsó, tehát az öt közül általában ő a legolcsóbb, és viszont azt kell tudni róla, hogy igencsak hajlamos az úgynevezett tejfoltosodásra, amely bizonyos ezüstérméknek a karakterisztikája, ő rajta is látszik, látszanak ilyen apró kis tejfoltok. Ezek nem sérülések, hanem egész egyszerűen így a fém így elszíneződik, tehát ronta, a szépsége az romlik, de úgymond az értéke, fémértéke az nem. Harmadikként az osztrák filharmonikusok, amit az osztrák Verde készít, 2008 óta, tehát ő viszonylag új a családban. Az angol száz hagyományoktól eltérően nem recés a pereme, és valamivel kisebb az átmérője is. Hangszerek vannak rajta, és ő neki másfél euró a névértéke, megmutatom a hátlapját is. Aztán Nagy-Britanniában készített, a királyi Verde által készített Britannia ezüstérme. 1997 óta készítik, ő is 99,9%-os tisztaságú, de csak nem elejétől fogva, csak 2013-tól, mert 2013 előtt 95,8%-os volt a tisztasága. Azelőtt is egy unciányi volt benne az ezüst tartalom, és emiatt nehezebb volt ugye az érme. És aztán 2013-tól már ők is 99,9%-os tisztaságúban készítették. Rajta is a brit nemzetet meghatározó vagy szimbolizáló nő alak látható. És a másik oldalán meg persze itt is a királynő. És végül ötödikként szintén nagyon népszerű, mondom, ezek így csoportosan mind nagyon népszerűek, nagyon sokan vásárolják, nagyon sokan ezekbe az érmékbe fektetnek be, és utána hatodikként, hetedikként már messze lemaradva következnek az érmék. Mindegyikről tudni kell egyébként, hogy mindig azonos, minden évben kibocsátják őket, és mindig azonos külalakkal. Tehát sohasem változnak, csak az évszám változik rajtuk. A kenguru az a világ leghíresebb verdéje, a Percy Verde készíti. 1993 óta ő is 4-9-es, tehát 99,99%-os tisztaságú. Egy kenguru van rajta, és na vajon ki van a hátlapján? Természetesen a királynő.
Ezek mind hivatalos fizetési eszközök, mint az elején mondtam, de az emberek nem arra használják, hogy fizessenek velük, hanem hogy úgymond befektetésként gyűjtsék vagy halmozzák őket. Azt kell tudni, hogy mindegyik drágább, mint a mindenkori aktuális ezüst fém árupiaci értéke. Teljesen egyértelmű okokból, hogy fedezniük kell a kereskedőknek, meg a verdéknek a gyártási költségeket, a tervezési költségeket, a forgalmazási költségeket, a marketing költségeket, stb. Numizmatikai értékük nem nagyon van ezeknek az érméknek, annak ellenére, hogy vannak, akik ezeket úgymond numizmatikai szempontból évszámok szerint gyűjtik, de ezeknek az érméknek nem ez az elsődleges funkciójuk, hanem az, hogy befektetésként az emberek megvásárolják őket. És azon felül, hogy persze drágábbak, mint az aktuális ezüst árupiaci értéke, azon felül még van egy úgynevezett prémiumnak nevezhető sáv is, ami egész egyszerűen a brand értékét jelzi az adott fémnek. Ezért a legdrágább az öt közül mindig az amerikai sas, mivel annak van a legnagyobb brand értéke, ugye dollár, amerikai, mindenki abban bízik a legjobban, ezért neki van a legmagasabb prémiuma, általában olyan $2 az aktuális ezüst érték fölött. A kanadai általában a legolcsóbb, és valahol a kettő között van a filharmonikusok meg a kenguru. A Britannia is a drágább érmék közé tartozik, de mondom, ez a prémium, ez az $1-2 felár, ez nem numizmatikai érték, tehát aki most megvesz egyet, vagy akár van neki egy 10 éves érméje valamelyik közül, ne számítson arra, hogy többet ér, vagy a jövőben többet fog érni, mint amennyit beszerezte, mert ezek nem olyan érmék, amelyek ilyen értelemben növelik az értéküket, hanem a mindenkori ezüst érték, árupiac értéke szerint változtatják az értéküket, és mindig rá kell számolni azt az $1-2 brand értéket, ami ugye meghatározza az adott érmét. És végül ráadásként egy új jelentkezőt, az ezüst Krugerrandot is bemutatom. 2017 óta készítik, de 2017-ben csak egy limitált kiadás készült, és 2018-tól kezdte a dél-afrikai Verde elkészíteni az ezekhez hasonló, évente ismétlődő érméket. Ő is az olcsóbbak közé tartozik, a különleges kiadás az persze nem, az nagyon drága, az dupla annyiba kerül, mint a sorozat darabok, úgymond, de 2018-tól már olcsón be lehet szerezni a Krugerrand ezüst érméket is. Ezen érmék némelyikét én árulom a Vaterán, úgyhogy a leírásban a videó alatt ott megtalálható a link. Esetleg, ha úgy döntötök, hogy szeretnétek ezüst érmékbe befektetni, akkor megköszönném, hogyha mondjuk tőlem vásárolnátok, de mindenképpen, főleg most, hogy ilyen alacsony az ezüst ára, mindenképpen mindenkit arra buzdítanék, hogy fektessen be ezüst érmékbe. Köszönöm a figyelmeteket!